Üdvözlök mindenkit! Ez itt a futballkartszón, a mai videóban pedig Top Scrum Bundesliga csomagokkal megyünk tovább, amit az itc shoptól kaptam, ezt nagyon köszönöm nekik. Megtaláljátok a linket a leírásban, ahol is be tudjátok szerezni ezeket a különlegesebbnek mondott csomagokat, hiszen ugyanolyan fociskártyának mondhatóak, mint a többiek. Első és legfontosabb különlegességük, hogy normál kereskedelmi forgalomba, úgy érzve, hogy a Tesco-ba, a újságárusnál nem lehet kapni ezeket, tehát ilyen hobbi boltokban, mint az ITC shop, ott tudjátok ezeket megvenni, vagy berendelni valamilyen oldalról, külföldről, viszont nagyon értékes lapok is lehetnek benne, ezáltal a csomagok is drágábbak, de mindjárt megnézzük, hogy miért olyan drágák, hiszen egészen különleges lapok is vannak benne kettő csomagot kaptam, úgyhogy ezeknek nagyon örülök. 18-19-es, tehát tulajdonképpen a tavalyi széria a Bundesligából, azon belül, ahogy már mondtam, a Topsnak ez a Chrome kiadása 4-4 darab kártyát tartalmaz, úgyhogy kevés lap van benne, de az esély megvan simán, hogy jókat nyissunk, összesen 8 kártyánk lesz ugye a végére. Nézzük a hátlapot, itt vannak érdekességek, itt írják mindenféle jogokat, és itt pedig az esélyek vannak, annyira bontatlan, hogy még ezt is itt ki kell szakítanom, úgymond, és akkor itt olvashatóak, hogy lehet green, blue, autográf, meg mindenféleit nyitni, látjátok az esélyeket, elképesztően durva autográf kártya, egy a 848-hoz, 848 pakot kell kinyitni, hogy egyesen, ezt mutatja a statisztika, reméljük, hogy pont ez az az egy, vagy kettő, meglátjuk, de valami különlegesebbet nyitunk, én már teljesen boldog leszek, nézzenek ki jól a lapok. Na, bontsuk is ki akkor, nézzük az elsőt, ne húzzuk az időt. Finbogasson, oly de jól néz ki, nagyon rendben van, Peterson, Freiburg játékosa, tényleg én krómos, nagyon király, teljesen rendben van. Nagyon szép, még talán én is látszottam benne egy picit. Elképesztően szép lapokról beszélünk, komoly statisztikai adat leírás van, azért ez tervezésben is ott van. Úgyhogy, ha valami jót nyitok ebből a tasakba vagy albumba, Götze, ez is egy komoly lap, Dortmund, nagyon szép, Augsburg, nagyon rendben van, Finnbogasson, és a végére még egy Finnbogasson, na erre mekkora az esély, hogy kettő Finnbogasson nyitunk. Super Star Sensation nagyon jól néz ki. Jó sok esbetű van a mondatban. Tényleg tök más a hátulja, mint egy ilyen alapkártyának. Nagyon-nagyon rendben van, tök jó a kinézete. Csú, nagyon megjött a kedvem ez, simán nyitnék még. Nézzük a másik csomagot. Fordítsunk. Ez egy Burgstaller. Schalke 04 nagyon szép nap. Majd utána egy Upamenkao, Red Bull Lipcse. Ezeknek is tök jó leírás van a hátulján, inkább az előlapra koncertáljunk. Uh, Niklas Fülkrug, Hannover, és egy Amiri Hoffenheim, tehát olyan túl nagy csapatokból nem sikerült nyitni, Schalke Dortmund, ezeket mondanám kifejezetten nagy csapatnak, örültem voltna azért egy, mit tudom én, Bayern Münchenes lapnak, de ezekkel is teljesen ki vagyok elégedve, mert tök jól néznek a fű is hogy csillog, elképesztő, tényleg króm. És ráadásul ez egy számozott darab, 199 ilyen lapot gyártottak le, ebből ez a 89 úgyhogy ennek azért tényleg van is értéke, tök jól néz ki, nagyon rendben van. Úgyhogy köszönöm, hogy megnéztétek ezt a videót, ennyi lett volna ez a gyors opening. Top Chrome Bundesliga nekem nagyon bejött. Iratkozzatok fel, ha nem tettétek volna még meg, mert szoktak lenni a csatornán ilyen kifejezetten érdekes paknyitások és hobbi csomagok, illetve megyünk tovább a szokásos Panini Tops termékekkel is majd a következő videóban. Köszönöm, hogy itt voltatok, sziasztok!